Jó estét Köszöntöm a TóTV Napvilág című műsorának valamennyi nézőjét. Kérem, tekintsék meg mai hírösszefoglalónk főbb eseményeit röviden. Rendkívüli ülések után újra a rendes mederben, Gárdonyban. Napi üzemeltetés és pályázati munkálatok, Velencén. Kistérségi ügyek bölcsődetervel. Megújult a polgármesteri hivatal, Pákozdon. Finálé a vvs ben Itáliában tanulták a falusi turizmus. Ezúttal a Kisvidit verte négyel Belence az mb 3 ban Útépítések, Agárd, dinnyés, Kerékpárút, Város bemutató fotósorozat készítése. Többek között ezekről is szó volt a legutóbbi gárdanyi képviselőtestület a közel 20 napi rendi pont közül bizonyára a legtöbb Gárdonyvárosi lakost az útépítésekről szóló döntések érdekelnek. Az idei tervezett útépítések során még a télbe állta előtt 100%-os önkormányzati finanszírozással 8 nagyforgalmú Gárdonyi és 5 Agárdi utat, utcát újítanak fel. Emellett 40%-os lakossági hozzájárulással további 8 Gárdonyi és 3 Agárdi utca felújítására kerül sor még az idén. Ugyancsak útépítési hír az is, hogy Gárdony városa pályázaton 54 millió forintot nyert az Agárd Dinnyi és Kerékpárút és a szükséges híd megépítésére. Korábban az útépítésekre lefolytatott közbeszerzési pályázat után megkötött keretmegállapodás értelmében az utat a Puhitárnok Kft. építi majd meg a tervek szerint november közepéig. Tavaly óta a térségi iskolái közöttük az Agárdi és Gárdonyi iskola is kistérségi fenntartású lett. A képviselőtestület javaslatot tesz a fenntartó Velencei tó környéki több célú kistérségi társulásnak arra, hogy a székelyintézményként működő Csernel általános iskola és gimnázium vezetőjének munkaköré megnevezése igazgató helyett a jövőben főigazgató legyen, míg a tagintézményként üzemelő Gárdonyi és általános iskola tagintézmény vezetői igazgatói megnevezést kapjanak. A képviselők döntöttek arról, hogy a város idén is csatlakozik a felsőoktatásban tanuló hátrányos szociális helyzetű diákok támogatására létrehozott Bursza-Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázathoz. A támogatáshoz szükséges összegekről a konkrét igény ismeretében később határoz majd a képviselőtestület Gárdonyban. Pályázati sikerek után pályázati dolgos hétköznapok. Ez jellemezte a Velencei Képviselőtestület legutóbbi rendesülését. A képviselők döntöttek arról, hogy a város idén is csatlakozik a felsőoktatásban tanuló, hátrányos szociális helyzetű diákok támogatására létrehozott Bursa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázathoz. Határoztak a képviselők arról is, hogy a város a diákok tanulmányainak támogatására 2,7 millió forintot biztosít. A nyolc érintett település részvételével a megalakulásról határozó testületülést követően megalapította város önkormányzata a kistérségi járóbeteg szakrendelőt működtető gazdasági társaságot. A velencei tavi non-profit közhasznú Kft. ügyvezetője Ferenc Péter lett. Örömüket és büszkeségüket fejezték ki a velencei képviselők annak okán, hogy a város valamennyi általános iskolás gyerekének úszás lehetőségét biztosíthatnak a hamarosan megnyíló velencei fürdőben. Ennek érdekében kötelezettséget vállaltak arra is, hogy 3 millió forint összegig támogatják a gyerekek úszásoktatását. Így abban az esetben, ha a tanulók szülei nyilatkozatukkal hozzájárulnak, hogy gyerekük részt vegyen az úszásoktatáson, az iskola összes diákja részesülhet az egészségét, esetlegesen az életét védő úszástudás megszerzésében. A Velencei Tó kapuja projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési pályázaton eredményt hirdettek a műszaki ellenőri tevékenységre beérkezett pályamunkáknál. A pályázat formai okok miatt eredménytelen volt, emiatt új pályázatot ír ki hamarosan az önkormányzat. A könyvvizsgáló tevékenység ellátására kiírt közbeszerzési eljárás eredményesen zárult. A jövő héten az iskolaépítés kivitelezőjének kiválasztására ír ki közbeszerzési pályázatot a Velencei Képviselőtestület. Ülésezett a Velencei tó környéki több célú kistérségi társulás is. A települések vezetői több napi rendi pontot tárgyaltak. Többek között javaslatot hallgattak meg egy kistérségi bölcsőde létrehozásáról is. Együttműködési megállapodást írt alá tavaly a Budapesti Korvinusz Egyetem, a Velencei Tó környéki több célú kistérségi társulással. A szerződés értelmében a tanintézmény hallgatói és tanárai zöld területmérést végeznek tóparti településeken. A Gárdonyban, Velencén, Vereben és Pákozdon végzett munkáknak különböző pályázatok elkészítésében van jelentős szerepe. A mérésért 275 ezer forint támogatást kapnak a résztvevők. A felmélye héten végzik, és jövő hét elejénre kész anyagokat biztosítanak a felmérés eredményéről. A adott települések sokat profitálhatnak, hisz pályázatokhoz szükséges megoldt is tanulmányoknak az anyagát ebből ki tudják majd dolgozni. Elsősorban pályázati előkészítéshez használható ez az anyag. A Velencei Tó környéki több célú kistérségi társulás tagjai egy bölcsöde létrehozásának lehetőségeiről is tanácskoztak. A bölcsödének nadapadna helyet. A kormánynak kiemelt szándéka, hogy az édesanyák mielőbb munkálását segítse. A polgármesterek megpróbálnak ennek az igénynek értelmben tenni, hogy segítsék az anyukák munkávását azzal is, hogy egy bölcsődét tétesítenének. Sajnos az a gond, hogy erre egyre nincsenek pázati források. Szeretnénk jelezni mind a kormányzat, mind a képviselőink felé, hogy ennek az igénye. Itt a kis is meg lenne. A Velencei Tó itt több célú kis társulás tagjai összesen tíz napi rendi pontot tárgyaltak legutóbbi ülésükön. A képviselők egyebek mellett határozatot fogadtak el a 2008. évig költségvetés módosításáról. Emelkedett a társulás bevétele és kiadása is, ezért vált szükségesé a költségvetés megváltoztatása. A kis társulás így 2008-ban 1,2 milliárd forint. Felújították a Pákozdi Polgármesteri Hivatalt. A munkálatokkal akadálymentessé tették a községházát. A rekonstrukció 9 millió forintba került. A pálkozdi polgármesteri hivatal pályázati forrásból újulhatott meg. A rekonstrukciós munkálatok eredményeként ezen túl teljesen akadálymentesített hivatal várja az ügyfeleket. Végre meg tudtuk oldani azoknak az embertársainknak a problémáját, akik ilyen módon kell, hogy éljék az életüket. A lényeg az, hogy az ő részükre most már egyenrangú feltételeket biztosítottuk a hivatalon belül. A 9 millió forintos beruházás keretében új, akadálymentesített ügyfélszolgálati iroda és szociális helyiségek várják a klienseket. Az akadálymentesítés a házasság teremben folytatódik, ahol a hallássérültek számára egy úgynevezett hangerősítő hurkot helyeznek el a szakemberek. Megoldottuk a teljes akadálymentesítést, az egész épület akadálymentesé vált, kialakítottuk a szociális helységet, az, akadálymentes ügyfél szolgálati irodát, gyakorlatilag komplexen elkészült az egész, és ehhez hozzátartozik az is, hogy a halásértőtek részére még főszerelésre kerül egy, egy hangfelerősítő hurok a házasságkötőterembe. Az akadálymentesítéssel nincs vége a polgármesteri hivatal felújításának. A tervek között szerepel a tetőszerkezet cseréje. Egyelőre azonban erre Nincs pénze az önkormányzatnak. Finálé, ez nem a vég, hanem a kezdet. Ezen a címen rendezték meg az Életművész Ifjúsági Egyesület szervezésében a középiskolásoknak szóló megyei szabadidős napot az Agárdi VVS-iben. A sikeres eseményt hagyományteremtőnek szánták a szervezők. A szabadidős programot hagyományteremtő szándékkal rendezte meg az Életművész Ifjúsági Egyesület. A rendezvénynek az Agerdi Sportiskola strandja adott otthont. Az ifjúsági nap célja az volt, hogy az egészséges életmódra nevelje a fiatalokat, de a drogprevenció, a hagyományőrzés és a kultúrát szórakozás megvalósítása is fontos szempont volt a programok kialakításában. A településre érkezők kipróbálhatták a sziklamászást, de koncerteken is szórakozhattak. A pedig a kábítószer megelőzés fontosságára helyeztek nagy hangsúlyt a szervezők, illetve a különböző pályázati lehetőségeket mutatták be a szakemberek. Negyedik alkalommal utaztak Olaszországba a velencei dr. Enc Ferenc szakiskola és kollégium tanulói. A diákok szakmai gyakorlatukat töltötték külföldön. Az olaszországi munkát és tanulást uniós pályázati forrásból finanszírozta az iskola. A Tempusz közalapítvány pályázatán nyert a dr. Enc Ferenc szakiskola. A pályázat 10 falusi turizmus szakon induló diák gyakorlati helyét biztosította. A gyerekek egy olaszországi település panziójában dolgoztak. A szakmai gyakorlat mellett a helyi kultúrával és a nyelvel is megismerkedtek a résztvevők. Vendéglátással foglalkoznak, falusi vendéglátással, ez, ez magában, Foglalja azt is, hogy nem csak a vendéglátást kell gyakorolni és elsajátítani, hanem a kert, fenntartást, az állatokkal kell foglalkozni, ami a panzió keretén belül ö, működik. A gyerekeknek a feladatuk az volt, hogy bent a konyhába dolgozzanak, valamint kint a kertben és különböző nagyobb rendezvényeken felszolgáljanak. A három hetes külföldi szakmai gyakorlatra azok a diákok utazhattak, akik eljártak az előkészítő foglalkozásokra, megfelelő minőségben végezték itthon a munkát, és valamiféle nyelvismerettel rendelkeznek. Idén tíz diák töltötte Olaszországban szakmai gyakorlatát. Továbbra is szeretnénk pályázni, viszont hát ez a megelégedettségnek a jele, hogy felajánlották, hogy állandó szerződést szeretnének kötni az iskolával. Úgyhogy egyhetes vagy háromhetes turnusban öt, öt, fős csoportot szeretnének most már egész nyára lekötni, és erre majd október elején, október táján kerül sor a, a megbeszélésekre, akkor szeretnénk az igazgatónővel együtt kimenni, és ezt pontosítani, hogy hogyan is gondolták. A Tempusz közalapítvány pályázatán 11 ezer eurót nyert az iskola a külföldi szakmai gyakorlat biztosítására. Az intézmény a tervek szerint hosszú távú, állandó szerződést köt az olaszországi panzióval. Most kaptuk a hírt, miszerint az Agárd Székesfehérvár bowling csapat versenyzői az Agárdi Kovács Imre szövetségi kapitány vezetésével a Németországban megrendezett szervált ültetett sportolók bowling Európa bajnokságán hat arany, három ezüst és két bronzérmet szereztek. Más. Igazi nagy falat, több első osztályú játékossal megtűzdelt ellenfél jutott az MB3 legutóbbi fordulójában Belence labdarúgó csapatának. A sikeres helytállásról, valamint a további sporteseményekről Bodri Éva számol be a sportnaplóban. Jó estét kívánok, köszöntöm a sportnapló nézőit. A velencei tavi labdarúgó csapatok hétvégi mérlege három győzelem és két vereség. A Velence a Nemzeti Bajnokság harmadosztályában komoly skalpot szerzett, miután legyőzte a több NB1-es játékossal felálló kisvidit. Az MB3-as bajnokság Duna csoportjában ismét Fejér megyei szuperrangadót rendeztek. A Nemzeti Bajnokság harmadosztályába felkerült Velence a Fehérvár 2 ellen játszott hazai pályán a nyári hőségben. A Velence szervezett és jobb játékának eredménye simának tűnő és fölényes 4 0 győzelem lett. A Velence 5 mérkőzés után a tabella 6. helyén áll 7 ponttal, mindössze csak 3 ponttal lemaradva a harmadik helyen álló csapattól. A megyei első osztályban öt csapat is egyenlő pontszámmal vágott neki a negyedik fordulónak. A tabellán elfoglalt pozíciók, valamint a játéktudás alapján a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság negyedik fordulójában szuperrangadót játszott a Kápolnásnyék a Bicskei alakulat ellen idegenben. Az eredmény Bicske Kápolnásnyék 3-1. Ezzel a vereséggel a nyéki gárda a tabella hetedik helyére esett vissza. A megyei másodosztályban a tó vonzás körzetébe tartozó mindkét csapat hazai pályán játszott. A Velencei tó körzetéhez tartozó megyei labdarúgó bajnokság másodosztályában játszó Pettent a pátkát fogadta. A Pettendiek hazai pályán megszerzett 2 0 győzelmét követően három bajnoki ponttal a tabella ötödik helyére léptek előre. A másik megyei másodosztályban játszó tóparti együttes a Dinny és ellen lépett pályára otthon, ezúttal nem segített a hazai pálya. A 4 1 vereséget követően a Dinny továbbra is csak a tabella 14. helyén áll. Újabb három bajnoki pontot lőtt a Gárdonyi labdarúgócsapat. csapat. A Gárdony labdarúgó csapata a Székesfehérvári szívkutyák ellen lépett pályára idegenbeli mérkőzésen Székesfehérváron. A 4-2-es győzelmet követően a Gárdony VSC a középmezőnyben helyezkedik el, a tabella 7. helyén. Rekkenő hőség, viharos szél és sok velencei tavi győzelem. A hétvégén rendezték meg a Sirály Karózkupát, amelyen a kalózokon kívül Finn Lézer Radiál 7 négyzetméteres, 4 hetes és optimist hajóosztályok versenyzői is rajthoz A jó szélviszonyoknak köszönhetően 5 futamot sikerült lebonyolítaniuk a szervezőknek. Finn hajóosztályban első a Sirály Vitorlás Klub versenyzője Huszár Géza lett. Optimist hajóosztályban a dobogó mint mindhárom fokára VVS is versenyző léphetett, Kis Dömötör, Balog Boglárka és Kis Bálint. Első lett az Agárdi Jachtklub versenyzője karéréka Réka Lézer Radiál és a VVS is Tomai Balázs 7 négyzetméteres hajóosztályban. Népszerűsítő kajakkenú verseny a legkisebbeknek, velencei a résztvevőkkel. Az elmúlt hétvégén a legkisebb kajakosok kaptak főszerepet a tolnai népszerűsítő kajakkenu versenyen. A kilenc évesek között a VVS is Major Fruzsina második lett, Szilágy Janet, Frey Antónia és Szabó Sára kétszer is dobogóra állhatott. A harmadik korcsoportos lányok között Lakatos Janet első, Barna Alex a második, Nagy Dóra harmadik helyen ért célba, tájékoztatta a sportnaplót Pálinkás János, a VVS-i edzője. Sporthíreink végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten is. Viszontlátásra! A napvilág végén munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!